6-án volt Japánban a Kimetsu no Yaiba anime film premiérje. Annak ellenére, hogy csak Japánban vetítik még a filmet, és a Covid miatt különféle járványügyi korlátozások is élnek, a premiért követő 3 napon belül a legtöbb bevételt termelő film lett a világon. A nyitó hétvégén 44 millió dollárt hozott a készítőknek, ami kétszerese az ugyanebben az időszakban a kínai mozikban bemutatott My People, My Homeland című film bevételeinek, és 10-szerese az amerikai mozikban nyitott A Honest Thief-nek. Ezzel a Kimetsu no Yaiba film rögtön bekerült minden idők top 50 legtöbb bevételét termelő anime filmjének listájára, aminek első helyén jelenleg Shinkai Makoto Kimi no Nawa-ja áll, második helyen Miyazaki Hayao Chihiro szellemországa szerepel, harmadik helyen pedig egy másik Miyazaki anime, a Vándorló palota áll. És a Kimetsu no Yaiba még nem is került be a külföldi mozikba. A legtöbb helyen az év végén, illetve 2021 elején fogják majd bemutatni. De a Kimetsu no Yaiba nem csak a filmjével ért már el sikereket. Az anime alapját adó manga is rekordot döntött, mégpedig tavaly, azaz 2019 novemberében. Sikerült a majdnem egy évtizede japán eladási listák élén lévő One Piece-t megvernie. Sőt, 2020 májusára mindössze fél év alatt több példányban adták el a mangáját, mint a One Piece köteteit egy átlagos év alatt. Ám visszakanyarodva az anime filmhez. Miért futhatott be ennyire Japánban? Az Anime News Network a Kimetsu no Yaiba anime producerével, Takahashi Yumával készített interjút erről, aki 3 dolgot jelölt meg a sikertitkának. A kiváló manga alapanyagot, a szuper hozzáállást a mangát adaptáló stúdió részéről, és a megváltozott anime fogyasztási szokásokat. Vegyük ezeket sorra. Először is ott a kiváló alapot adó manga. Koyoharu Gotoge 2016-ban indította el a 23 kötetes Kimetsu no Yaiba című mangáját, ami mondhatni elég nehéz szülés volt. A mangaka 2013-ban debutált a Shonen Jump egyik pályázatán, ami után 3 one-shotot adott ki, de a Jump végül egyikből se indított sorozatot. A bukások után a mangaka első szerkesztője Katayama Tatsuhiko azt tanácsolta, hogy inkább egy mindenki számára könnyebben emészthető történettel kezdjen. Ekkor Koyoharu visszanyúlt az említett Jumpos pályázaton indított mangájához, ami új képregény ötletének, a Kisetsu no Nagare alapja lett Demon Hentelő sztoriával. Ám a sztori túl sötét volt, nem volt benne elég humor, a hangvétele miatt nem jutott el a storyboardtól a megjelenésig. Ekkor arra kérték, hogy kicsit könnyedebb irányba vigye el a történetet, sokkal hétköznapibb karakterekkel. Az eredeti címet is finomították, mivel a Kisetsu lényegében ölnit jelent. Ezt túl erőszakosnak érezték, ezért megváltoztatták a jelentéssel nem bíró Kimetsura, és beletették a Yaiba, az a spenge szót, ami azért utal a manga kardozós mi voltára. Ilyen alapos kigondolás és újraszerkesztés után indult el a ma Kimetsu no Yaiba-ként ismert manga, ami tipikus shonen klisékből építkezik, de seinen gore stílussal bír. A történet főhőse Kamado Tanjiro, akinek családját egy démon megöli, és mindennek tetejébe egyetlen életben maradt húgát félig démonná változtatja. A kétségbeesett és őrület határán álló srác ezért úgy dönt, hogy levadásza a kérdéses démont, és mindenáron visszaváltoztatja emberré a húgát. Így indul Tanjiro démonírtó útja, ami során bekerül egy titkos démonvadász társaságba, emberfeletti tréningeken vesz részt, hogy a legjobb kardforgató legyen, és olyan technikákat sajátít el, amikkel felveheti a versenyt a démonokkal szemben. Ez a véres, hentelésben gazdag bosszú történet már garancia volt a sikerrel, nem beszélve a széria középpontjában álló testvéri száról, ami már a Fullmetal Alchemist idején is bizonyította, hogy mekkora nagy sikerre vihet egy sorozatot. Persze a sztori önmagában nem lenne elég, ha nem járna mellé szórakoztató karakterszet. Tanjiro 2 elválaszthatatlan bajtársa a sorozatbeli humor alfája és omegája. A gyáva, folyton rinyáló Zenitsu bármelyik szép lányba első pillantásra képes belehabarodni, de ha szörnyekre kerül a sor, ő az első, ki próbál kereket oldani. Az ő ellenpólusa a szűkszavú, ám annál hangosabb Innosuke, aki egy vaddisznó elarca mögül ront meggondolatlanul az ellenfeleire, bizonygatva ezzel azt, hogy ki az igazi Jani a csatában. És persze ott van a fanok nagy kedvence, Tanjiro húga, maga Nezuko. A lány elválaszthatatlan utitársa hősünknek, egy ládában utazva bambusszal kipeckelt szájjal mozog emberi és olykor megvadulni készülő démoni mi volt a között. De egy dologban biztos lehetsz, a lány még így is bármit képes feláldozni a bátyáért, és ez igaz fordítva is. Pont ezért üthetett ez a történet ilyen nagyot. Sokkal egyszerűbb közel érezni magunkhoz egy ilyen erős családi köteléket és az általa generált motivációkat. Sőt, ezzel tudta a Kimetsu no Yaiba igazán kitágítani az olvasói körét a tiniken túlra, hiszen a tipikus tini shonen miről szólnak?
az álmok megvalósításáról. Én akarok lenni a legjobb ninja, én akarok lenni a legerősebb a világon. Egy felnőttebb korosztály számára már sokkal fontosabbak az álmoknál a materiális és szociális létvelejárói. Tanjirótól egy olyan dolgot vettek el, amiért a valóságban emberek milliói napi szinten küzdenek. A család épségéért, egészségéért, megélhetéséért, és így tovább. Az ő kitartó küzdelme tud így a munkavilágába, vagy éppen egy betegségbe belecsömörlött, de szeretteiért bármit megtevő ember számára is inspirálólag hatni. Nem utolsó sorban a shonen műfaj keréktárával is jól gazdálkodik a manga. Az ellenfél legyőzések pörgősek, nincsenek túlnyújtva, a harci monológok pont az élvezhetőség határán belül mozognak. Aztán ott van a korszak, amiben a manga játszódik, a kora 1910-es évek. Ez a Taisho korszak, ahol a tradicionális japán világ, a kimonók, a szamuráj kardok találkozik az iparosodott nyugattal, a külföldi kosztümök, frizurák, épületek, gépezetek révén. Ez az egész kultúrmix ad az egész sztorinak egy romantikus bájt. Egyszerre van benne a hagyomány és a modernség, és ez a karakterek különleges ruházatán is reprezentálódik. Na de, eleget beszéltünk már a mangáról, nézzük meg az animét. Ha emlékeztek, Takashima azt mondta, hogy az anime film sikerének másik titka az adaptáló stúdió hozzáállásában rejlik, és tényleg, nincs olyan otaku, aki ne hallott volna az UFO Table stúdióról, a stúdióról, ami kvázi az anime krémjét gyártja, mint a Fate, szériák, a God Eater, vagy a Karanok Yokai filmek. Ritkán adnak ki valamit, de annak baromi magas a minősége. Az UFO Table mindig is híres volt arról, hogy teljesen egyedi módon a piacon képes a kézzel rajzolt animációt a 3D CG technikával úgy ötvözni, hogy észre se veszed. Csak azt látod, hogy wow, de menő ez az animáció. A Kimetsu no Yaiba a stúdió első Shonen Jump-os adaptációja először egy 26 részes anime sorozatot hoztak ki belőle 2019 április és szeptember között, amit egy első 5 részt összefoglaló mozifilm követett, majd idén az új film, ami már a sorozat közvetlen folytatása. Az animáció mindegyik alkotásban pazar, de nem csak az akciójelenetek életre keltése miatt annyira élvezetes az anime, hanem a hangzásvilága miatt is. És itt gondolok egyrészt a szinkronra, másrészt a zenére. A szeiók elképesztők. Zenitsu hangja Shimono Hiro valami hihetetlen módon képes visszaadni lökött karakterünk fülsértő, de komikus iránkozásait. Ugyanez igaz Inosuke szinkron hangjára is. Zseniális, ahogy Matsuoka Yoshitsugu ordibálások mellett, vagy szimplán nyögésekkel és fújtatásokkal érzékelteti a karakter érzelmeit, egyszerűségét és nyers erő iránti szomját. Aztán ott van a zene. Az opening és az ending magáért beszél. A Liza énekelte nyitódal, a Gurenge zenei toplistákat döntögetett. Annyira jó dal lett, hogy több mint 1 millióan töltötték le a digitális kislemezét, amivel Liza az Oricon történetében az első női előadó lett, aki ezt elérte. És ott van még a háttérzene, amin Shinago és Kajira Yuki dolgozott. Kajira Yuki neve az öreg motoros animéseknek mondhat sokat. A Noir, a Hack, Aquarian Age, Fate szériák, Puele Magi, Madoka Magica animék zeneit szerezte ő. Shinago kicsivel több mint 10 évvel fiatalabb Kajiura Yukinál. Kajiura a misztikus, varázslatos, népies hangzásvilágot csempészte az animébe, míg Shinago erőssége a mozis, a teátrális hangzásvilágban rejlik. Ezért is felemelő érzés a sorozat epizódjait követni, mert majdhogy nem filmes minőség hatja át az összes epizódot, ami szezonos animéknél ritka, mint a Fehér Holló. Az UFO Table tehát erőforrás nem kímélve tett le az asztalra egy elég mangahű adaptációt, a sorozatban az első 53 fejezetet, az új filmben az 53-tól 69-ig tartó fejezetet dolgozták fel a 205-ből, úgyhogy tartogat még számunkra a jövő jó kis anime folytatásokat itt. És végül térjünk itt Takahashi Yuma harmadik ötletére arról, hogy miért lett szerinte annyira sikeres a Kimetsu no Yaiba film. A Kimetsu no Yaiba több más mostani animéhez hasonlóan már nem csak a japán televíziókban lehetett nézni, hanem online stream szolgáltatókon is, mint a Crunchyroll, a Hulu és a Funimation Now. Egyébként idén áprilisban felkerült az indiai Netflixre is, ami nekünk jó hír, hiszen ez azt jelenti, hogy nem sokára a magyar Netflixre is eljuthat. Mindemellett egy hosszú sorozatról van szó, ami lehetővé tette, hogy stabilizálja a rajongói bázisát. Nem arról van szó, hogy ezek a full 20-néhány részes animék már egyáltalán nincsenek, csak sokkal kevesebb indul belőlük. Ráadásul az időzítés is tökéletes volt. Az anime akkor robbant be, amikor a manga is kezdett felfutni, így a kettő egymásra erősített rá. A Weekly Shonen Jump főszerkesztője is hasonló véleményen van. Szerintem ma már nem hétről hétre követik a fanok az animéket, hanem egyben darálják le őket a streaming szolgáltatókon, így a Kimetsu no Yaiba-nál is kivárták sokan, míg véget ér, egyben megnézték a részeit, majd lecsaptak a mangára. Ezt bizonyítják az eladási statisztikák is, ugyanis az anime végével szaladtak égbe a számok. Mikor híreztem a rekordot döntő filmről, sokan írtátok, hogy tök jó lenne, ha itthon is vetítenék. Sajnos ennek nagyon minimális az esélye.
Valószínűbb, hogy inkább fesztiválos vetítésekre fogják behozni, mondjuk egy Anilógra vagy éppen egy Mondókonra. Miért mondom ezt? Mert itthon nem jelent meg eddig se az anime sorozat, se a manga, így a moziknak nincs alapjuk, mire építeni a film promócióját, nincs anyagi garanciájuk arra, hogy erre itthon lesz elég néző. Valószínűbbnek látom, hogy ha kijön a sorozat a magyar Netflixre, akkor előbb-utóbb a film is követni fogja oda. Egyébként Edmond kollégám írt egy királycikket az online anime stream platformokról az októberi Mondó magazinban. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy magyarként milyen online felületeken tudtok ma legális animét nézni, akkor mindenképpen ajánlom a cikkét elolvasni. Ennyi lett volna ez a videó, remélem érdekesnek találtátok. Most már csak arra kell várni, hogy a Kimetsu no Yaiba filmet mi is meg tudjuk nézni, és remélhetőleg egy következő videóban már arról fogunk konkrétan beszélgetni. Köszi, hogy velem tartottatok, sziasztok!